Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 10-éig. Bizonyára hallható a háttérben, hogy esik az eső. Itt Mallorca szigetén ez különleges, mert tulajdonképpen októberben van ez az esős időjárás. Szeptemberben nem szokott esni, de nagyon lehűlt, és az utóbbi napokban, hetekben bizony gyakran volt eső, meg vihar, kicsit megváltozott az időjárás. És most megnézzük azt, hogy mi várható szeptember 10-éig. Hétfőn Jupiter bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad. Jupiter bolygó jelenti a szerencsét, az lehet, hogy a következő napokban, hetekben még nincs ez a szerencse. Amit Jupiter bolygó még jelent, az igazság, vagy mutatja az igazságtalanságokat, ez lehet egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, ahol úgy érzed, hogy igazságtalanul bánnak veled. Itt most megáll egy pillanatra, minden utána visszafele tekint Jupiter bolygó, az jelentheti a múltat, vagy azt, hogy valamit át kellene még vizsgálni. Hétfőn a hold uralkodik, itt van a hold szimbóluma, ez jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket, a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, és most megnézzük, hogy mit mutat a kártya, mi történik a hétfői napon. A 10-es szám jelent egy új kezdetet. Ez lehet egy munkahelyi változás, változások a párkapcsolatban, vagy költözködés, te indítasz valamit. De kezdetben még megvan itt ez a nehézség, hiszen sok mindent cipelsz. Valamit el kellene engedni, hogy könnyebben menjenek előre a dolgok. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, ez jelenti az életerőt, de utal a férfiakra is, hiszen ez egy férfias energia. Mi történik kedden? A kettes szám utal a párkapcsolatra, rád és őre, vagy jelenthet egy szerződést, itt a kezébe veszi a dolgokat, új irányba tekint, lesznek változások, lehet egy utazás is. Szertán fél hold van, és kivált bennünk feszültségeket. Mi történik szertán? Merkur bolygó uralkodik a szertai nap felett, jelenti a cselekvéseket, a mozgást, a tanulást, a kommunikációt, esetleg szerződéseket. És mi történik szertán? Van egy kis húzavona, vannak célok, vagy feladatok, amit meg kellene oldani. De itt az a fontos, hogy egy dologra koncentrálj, mert ha mindenütt ott akarsz lenni, minden irányba, akkor az azt jelenti, hogy kimerült leszel, fáradt leszel. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik, a szerencse bolygója. Itt a 4-es szám azt jelenti, hogy mennyire fontos a biztonság érzete. Az anyagiakat illetően, a munkát illetően, vagy meg akarod azt tartani, ami értékes számodra. De látható, hogy nincs mozgás, hiszen nem tudsz olyan dolgokat elengedni, ami fontos lenne. Az is lehet, hogy ez a kép nem rád vonatkozik, hanem a lelki társadra. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, a szerelem bolygója, és utal ránk hölgyekre is.
Itt látható a mágikus. Ez a varázsló segít, hogy az elképzeléseidet meg tud valósítani. Jelenthet egy spirituális területet is. A párkapcsolatban megvan ez a varázslatos kisugárzás, ez a vonzalom kettőtök között. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik, a sors bolygója. Itt is van egy új kezdet, hiszen újra megjelenik a 10-es szám, de most valamit indítani nem a megfelelő időpont, hiszen nagyon fáradt és kimerült vagy. Középen van a nap szimbóluma, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt megjelenik a tolvaj. Azért légy óvatos, mert lehet, hogy valaki meglátogat és el akar lopni tőled valamit. Ez lehet a te időd vagy az energiád is. Viszont ez a tolvaj tud segíteni, hiszen ezt a kimerült időszakot el tudja távolítani, és akkor itt vasárnap már megvan a belső egyensúly, a nyugalom, fel tudsz állni, előre mennek a dolgok, és hétfőtől majd indul ez az új kezdet, amit itt és itt is láthatunk. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tender Rám!